Hamarosan az uborka vetési munkálatok végéhez érkeznek leveleken. Közel 30 fő dolgozik a csaknem 1 hektáros területen az idén 10 éves élelmiszerlavina adományozási program keretein belül. Levelek nagy községe 2 évvel ezelőtt pályázott először a civil iránytű alapítvány által kezdeményezett programra, akkor hagymára is burgonyára sikerült sikeres pályázatot nyerni az önkormányzatnak. Az élelmiszerlavina program célja a környéken élő nehéz sorsú családok segítése, ezt már Borsodi László Levelek polgármestere mondta, aki hozzátette, a betakarítás végén több kilónyi zöldséget vihetnek haza a programban résztvevők. Ebben az évben jelentősen csökkent a dolgozóink létszáma, Istennek legyen hála, Levelek is azon települések közé tartozik, ahol a közfoglalkoztattak létszáma jelentősen csökken. Elsősorban őket vonjuk be, hiszen így tudunk többletjuttatást, többletjövedelmet adni nekik, hiszen ezt, amit élelmiszerben megkapnak támogatásként, ezt otthoni felhasználásra tudják a saját étkezésükre felhasználni. Ebben az évben az alapítványtól burgonyát kaptunk, sárgarépát, zöld borsót és salátát kaptunk, amelynek nagy részét már elültettük. A borsót 2 ütemben fogjuk elültetni, az első ütem már el lett ültetve, a másik ütemre majd kicsit később kerül sor, hogy ne nagy mennyiségben egyszer érkezzen be majd a borsó. Az élelmiszerlavina programban országosan összesen 34 főként hátrányos helyzetű település vesz részt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Levelek mellett Panyola, Biri, Bökönny, Tuzsér, Nyírkarász és Nyírkáta is sikeresen pályázott. A kézzelfogható segítségen túl a programnak azonban más fontos célja is van. Az élelmiszerlavina program célja az az, hogy helyi kistérségi összefogás generálva egészséges élelmiszert állítsanak elő saját maguknak az emberek, és ezen keresztül megtanulják azt is, hogy hogyan is kell kertjeikben zöldséget termeszteni. Éppen ezért a program kiírásában is nagyon fontos elvárás a pályázóktól, hogy biztosítsanak szakmai vezetést a programtól, egy helyi agrármérnököt, kertészmérnököt, aki irányítja gyakorlatilag a folyamatokat. A program indulása óta már több mint 140 ezer ember kapott segítséget. Csak nem 10 ezer ember bevonásával több mint 1000 tonna termény betakarítása történt meg, és került nehéz sorsú családokhoz.